Az elkövetkezendő három recept a húsvétről fog szólni, úgyhogy felkészülünk rá. Az első receptem pedig csokoládé szalámi. Én most bevallom töredelmesen, hogy én kutakodtam, hogy húsvétkor mit szoktak készíteni, mert nálunk a sárga túróban, a kalácsban és hagyományos apró süteményekben, ami már fenn van YouTube-on, általában kimerül. És akkor én meg gondoltam, hogy még azért hozzunk bele valami életérzést, és akkor körbenéztem, hogy ez bizony egy eredeti olasz desszert. Szóval a csoki szalámihoz, ha már megvan a gőzfürdőnk, feltesszük a csokoládét, és közben leállítottam, mert nem tudtam, hogy mennyi idő alatt mondom el a szövegemet. A csokoládét a vajjal felolvasztjuk, és közben a tojásokat először önmagában habosítjuk, és utána fokozatosan hozzáadjuk a cukrot. Ne feledkezzünk meg a csokiról, az pedig olvad. Ha a csokoládét magában olvasztjuk, figyelni kell arra, hogy azért 50 foknál nem menjen túl, mert még vízgőz felett is el tud kezdeni a csokoládé égni, és akkor az, amikor így összerándul. De ha vajat vagy olajat teszünk hozzá, vagyis már lazítjuk, akkor igazából nem kell rá figyelni. De a lényeg, hogy tényleg vízgőz legyen, és ez a vízgőz, hogy épp hogy egy pici buborék van. Gyere, nézd meg! Ez, hogy gyöngyözik. Amikor azt mondják, hogy gyöngyözik, ez a gyöngyözés. Pici, apró pár gyöngyöcske van ott. Ha habosodik, adjuk hozzá ugye a cukrot két részletben. Ugye nem az a cél, hogy forraljuk a csokoládét, hanem hogy minél hamarabb felolvadjon, mert ha túl meleg, akkor olyankor majd vissza kell tenni a hűtőbe, különben nem tudjuk formázni a szalámit. Ez nagyon szépen kifehéredett, kihabosodott. Jöhet ide mellé. Levesszük, hozzáadjuk a felvert tojás sárgáját két részletben. Ugye elkezdi összerántani, hiszen a tojás bárhogy is, de egy picikét elkezd főni. De ez nekünk jó, meg szeretnék is hőkezelni. Hiszen így akkor a hűtőben eláll egy hétig, a fagyasztóba pedig akár egy hónapig is eláll. Már a kibírja a fagyasztóba, ezt mindenki megeszi azonnal. Tehát én azt is javaslom, hogy otthon ezt már dupla adagba tessék elkészíteni. Picikét még visszatesszük vízgőzre, méghozzá azért, hogy a tojás az tényleg, tényleg kapjon egy hőkezelést. És ha kezd neki egy jó puding állaga lenni, most még azért egy picikét folyik, mindjárt még egy fél perc, akkor lesz tökéletes. Látjátok? Most már nem csöpög. Ez most már így jó. Nem, már szépen így rajta marad. Jöhet a keksz. Vehettek boltban is, de ha megnézitek a YouTube-on az Islernek a receptjét, a tésztáját, akkor ez abból készült, mert mindig van nekem egy kis maradék a hűtőben, pontosabban a fagyasztóban, úgyhogy kivettem, hűtőben hagytam, hogy kiengedjen, utána csak felszereteltem, majd összetörtem. Jöhet az aprított mandula, egyébként bármilyen mogyorófélével működik, és bármilyen asszal gyümölcsel. Hát én most a mandulához citrust választottam, és egy éjszakán át, ki nem találjátok, de narancslikörben ázott, szokásosan. Jöhet egy kis narancsé. A narancsé természetesen ugye kezeletlen, vagy bió legyen, hogy ne vegyszert tegyünk. Ez tényleg nem duma. Jöhet hozzá egy kis só. Ugye a csokoládénak és a magoknak az ízét kiemelje, meg egyébként is mindennek. Egy pici vanília. Hú, nem is ezt a vaníliát használom. Hú, van nekem nagyon jó kis, ugye vanília eszenciám. Úgyhogy jöjjön az hozzá. Kell nekünk egy jó sütőpapír. Tényleg szalámit fogunk készíteni. Na és akkor szépen össze, ugye egy hengert készítünk belőle. Ráhajtom. Behúzom. Jó szorosra. És csak tekerem. És mindig kiegyenlítem egy kicsikét.
És akkor most irány a hűtő, körülbelül 3-4 órán kereszt, és utána pedig tökéletesen beköt majd a csoki. És szeleteljük, meg még azért csinálok egy-két trükköt, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy szalámi. Ahogy ígértem, 3-4 óra a hűtőbe is kőkemény lett. Na lássuk! Nagyon sokat jártam Franciaországba síelni, és ott pont így lehet kapni szalámikat, hogy ugye a nemes penész, ami rajta van, az fehér. Meg hát egyébként ez egy olasz sütemény, de hát működik. Na milyen? Ugye? Na most olyan, mint egy szalámi, hát nem hiszem el! Engem annó a séfek megtanítottak ilyen húskötözésre. Hát egy komolyan mondom, nem nőszem, hogy hogy volt. Nem így kötöznek a séfek, most találtam ki ezt a módszert. Hát ez nagyon cukker. Vágáshoz meg képhez letakarítok, és akkor úgy lesz majd igazán guszta.